nagyon nehezen tudnám megfogalmazni, hogy milyen ez a színház. Szobaszínház, kamaraszínház, lakásszínház. Nagyon nehéz ezt a teret meghatározni, nem is kell feltétlenül. Mindez együtt számomra ez a színház. A lényeg az, hogy intim. Nagyon jellemző, hogy ebben a térben, például én először úgy képzeltem el ezt az előadást, hogy hosszában játszunk, tehát a hosszabbik végében lesz a mi színpadunk, nem igazi színpad, és majd úgy ülnek a nézők, és közben rájöttem, hogy nem, mert az intimitása elvész a dolognak. Itt azt kell, hogy teljesen körbevegyék a nézők. Azt kell, hogy érezzenek minden pillanatban lelki és testi közelséget a színészekhez. Ez egy nagyon merész darab, nagyon szemtelen darab, nagyon szabadszájú darab, de csupa olyan problémáról szól, amivel mindannyian szembesülünk. Még akkor is, ha ezt nem merjük elmondani. Tehát lehet, hogy magunknak se ismerjük be, hogy ilyen önzőek vagyunk, hogy hányszor tettük már azt a kérdést föl magunknak, hogy a szerelem miért nem elég, hogy miért vágyódunk el egy kapcsolatból, és ahogy belekerültünk a másikba, akkor visszavágyódunk, vagy egy harmadikba vágyódunk, mert hűtlenek vagyunk, mert még magunkhoz se vagyunk hűek, nemhogy a másikhoz. Mindezt mondom, nagyon szabad szájúan elmondva, és annyira húsba vágóan, annyira szemtelenül, modern módon, digitális módon kimondva, hogy ehhez kell az a személyesség, amit ez a tér ad. Tehát azt gondolom, hogy amennyivel nehezebb egy ilyen térben rendezni, mert ez az intimitás megvan, annyival könnyebb is, annyit segít a dolgon, az én dolgomon is, és a színészekén is. Ezt a darabot mindenki a filmváltozat nyomán ismeri. Bár játszották Magyarországon, a Centrál Színházban, az Átriumban, Székesfehérváron, tehát volt már ebből előadás, de mégis mindenki a filmre emlékszik, négy remek hollywoodi színésszel. A darab egy kicsit más. Nem a szövege, ami elhangzott a filmben, az elhangzik a színpadon is, de más például a vége. Van olyan jelenet, ami a filmben nem szerepel, tehát egy picit más a darab, de lényegében ugyanaz. A filmet mindenki azért szerette, mert hogy nem spiláztak csúnya szóval a színészek, hanem olyan emberinek tűntek. Én azt gondolom, hogy a mi előadásunkban a mi színészeink sokkal emberibbek lesznek. Sokkal többet mutatnak meg magukból, mint az a négy színész ott a filmen. Muszáj nekik. Egyszerűen azért muszáj nekik, mert ez a tér, amiről az előbb beszéltem, ezt kihozza, ezt kívánja. Itt nem lehet kifele játszani. Itt csak befele, csak egymásnak megmutatni önmagukat. Ennek a próba folyamatnak az a lényeg, ez nem egy olyan darab, amiben ki kell találni a rendezőnek különböző bukfenceket és fantasztikus formai megoldásokat. Az én dolgom annyi, hogy ezt a négy remek színészt segítsem abban, hogy megmerjék mutatni a legbensőbb énjüket. Ami nem azt jelenti, hogy önmagukat játsszák soha. Nem önmagukat játsszák, ezeket a figurákat játsszák. Csak abból az élettapasztalatból, abból az őszinteségből, amivel ők rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal emberibb lesz. Sokkal intimebb lesz, sokkal felkavaróbb lesz éppen ezért, mint a film. Én azért szeretem ezt a darabot jobban, mint a filmváltozatot, amelyet egyébként ugyanaz az író írt, tehát a forgatókönyvet a darab szerzője írta, de azért ott voltak hollywoodi kiváltságok nyilvánvalóan, tehát egy picit tompítani kellett, mi nem tompítunk. Mi nem enyhítünk a dolgon, ettől más is a befejezése, mint a filmnek. Keményebb, torokszorítóbb azt hiszem. De biztos vagyok abban, hogy a mi színészeink sokkal emberibbek lesznek, sokkal természetesebbek lesznek, sokkal őszintébbek lesznek. Muszáj nekik, ezen dolgozunk.